Trianon palota, Párizs mellett Versailles-ban 1920. június 4-én 16 óra 30 perckor. Az első világháborút lezáró békeszerződés aláírására gyűlnek a diplomaták. Itt van a cseh, a szlovák, a román küldöttség, vagyis a kisantant, azok az országok, amelyek érdekeltek voltak Magyarország feldarabolásában. A győztesek képviseletében Anglia, Franciaország és a többiek az antant hatalmak. Ítélkeznek. Aponyi Albert gróf Magyarországról beszél. Három nyelven, két órán át, egy országért. Míg a többi vesztes országot alig érték területi veszteségek, Magyarország 282.000 négyzetkilométerről 93.000-re csökkent. A 18 milliónyi magyarból 7,6 millió maradt a trianoni határokon belül. A felvidéket, Erdélyt, a délvidéket és az őrvidéket mások vették birtokba. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni. Nem, soha. Amíg magyar lesz és emlékezet, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk e földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. 1000 évnek vére, könnye és verejtékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz.